A Bikfalvi művésztelepeken nyaranta készült munkákból nyílt kiállítás a Nádor galériában. Csaknem 30 alkotó közel 500 munkája látható a tárlaton. Hamza Marcell tavaly végzett a PTM művészeti karán szobrászszakon. Alkotása a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet. Generációs problémára utal a munka, hogy milyen világot hagyunk a következő nemzetégeknek, és hogy ez alapvetően, ez a probléma nyilván a mi életünkben is egy súlyos probléma, de most annyira nem látjuk ezeket a hatásait, hogy egy ember elhajít egy palackot, és mondjuk egy nap 10 emberből egy eldob egy palackot, azt számoljuk, hogy a bolygón akkor hány palack kerül egy nap alatt bele igazából a természetünkben. Az alkotótábor egyik szakmai vezetője Péter Alpár volt, aki a szobrászattal kapcsolatos alkotómunkákat segítette. A művész a Sepsiszentgyörgyi Egyetem oktatója. Az itt látható alkotások 2 hét munkáját összegzik. Egy hetet alkottak tavaly, és egy hetet idén a hallgatók. Tehát egy nagyon intenzív programról van szó, ahol nagyon nagy hittel, lelkesedéssel dolgoztak, úgyhogy, és délután esténként meg szakmai fórumok, előadásokon vettek részt. Ami itt nem jelenik meg, de hát a szellemi töltete benne van az alkotásokban. Óriási sikernek mondható, hogy a PTM művészeti kara osztatlan festő és szobrászművész szakot tudott indítani Sepsiszentgyörgyön. Ez egyetemi szintű művészképzést jelent. Azonban nem csak a nyelvközösség művészetéhez, szellemi tartalmaihoz való tartozás ápolása a cél, mondta Hegyi Csaba, a PTM művészeti kar dékán helyettese. Az is célunk, hogy a pécsi magyarországi hallgatók megismerkedjenek, mert sajnos igazából az a tapasztalatunk, hogy a mai fiatalság egy részében nem tudatosul kellőképpen az, hogy keletre innen közel 800 kilométerre egy tömb magyarság él, ahol egyébként nagyon komoly magyar nyelvű művészeti líceumok vannak, és hogy komoly létjogosultsága van annak, hogy egyetemi szintű művészképzés indulhasson ott el, és nagy siker a számunkra, hogy ez most már mindenképpen megerősödni látszik. A Bikfalvi művésztelepeken készült alkotások szeptember 28-áig megtekinthetők Pécsen a Nádor galériában.